A COVID idején gyűjtött tapasztalatokat használta fel a nyíregyházi önkormányzat, amikor egy újabb humanitárius katasztrófával szembesültek február végén, az orosz-ukrán háború kirobbanásakor. Így fogalmazott Jászai Menyhért, a város alpolgármestere, aki egyben a nyíregyházi humanitárius csoport vezetője is. A segítőknek segítenek, ez volt a célja a munkacsoport megalakulásának még február végén. Összetett feladatot vállaltak magukra az önkormányzat étkeztetésben, szállásbiztosításban, sőt még munkával is segítette a háború elől menekülőket, akik tavasszal hirtelen rengetegen érkeztek a Szabolcsi megyeszékhelyre. A komplex feladat a mai napig tart, az oktatási intézményekben is megjelentek az Ukrajnából érkezett gyerekek, valamint még most is jönnek a szomszédos országból Nyíregyházára, bár sokan csak rövid ideig maradnak, majd továbbállnak, tette hozzá Jászai Menyhért. A cégek, vállalatok is nagyban segítették a nyíregyházi humanitárius csoport tevékenységét, pénteken ezt az önzetlen támogatást köszönték meg nekik a városházán. Azokat a nyíregyházán működő vállalkozásokat ismertük el egy oklevél keretében polgármester úrral közösen, akik valamilyen effektív, kézzelfogható segítséget nyújtottak a menekültek ellátásához, jellemzően pénzadományt adtak az önkormányzat számára. De mondom, volt raktárkapacitás felajánlás, vagy szálláshelykapacitás felajánlás is, és úgy gondoltuk, hogy ez megérdemeli azt, hogy a közélemény erről tudomást szerezzen, hogy a bajban Nyíregyháza, a város, a közösség soha nincs egyedül, mert ezek a vállalkozások nem először egyébként azonnal felajánlják a segítségüket, hogyha látják azt, hogy valamiben szükségünk van. Péntek délelőtt a Michelin Hungária Kft., az Iceman Automotive Hungária Kft., a Hübner H. Kft., valamint a Carbon Black Kft. Képviselői vették át az okleveleket. Postai úton jutatja el majd az önkormányzat a finn testvérvárosa számára is a köszönetet.